Sziasztok! Ebben a videóban a könyvespolcomat és a könyvespolcom tartalmát szeretném nektek mutatni, azaz egy booktour videó következik. Bele is vágok, mert elég sok minden van a könyvespolcomon, de mindjárt meglátjátok. Először is lássuk a könyvespolcot. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű IKEA-s polc, a Billy névre hallgat, hogyha esetleg valakit érdekel. És akkor nézzük a tetején, nem csak a könyveket mutatom meg, hanem ezeket a dekorációs elemeket is. Ugye sima gyertyatartó, két mécses tartó, egy lány és egy fiú, egy párocska. Ezt a libát, akit Gedeonnak neveztem el, pedig a volt munkahelyemről a lomtalanítástól mentettem meg. Szerintem nagyon-nagyon jó pofa, és én nagyon szeretem az ilyen vicces kiegészítőket. Aztán az első polcon szintén van mécses tartó, ezt még szerintem kb. 12-13 éves lehettem, amikor a nagyszüleimtől kaptam ajándékba. Azt a társasjátékot a lakótársamtól kaptam ajándékba. Ahogy látjátok, vannak itt ilyen gyerekkori emlékek is a kis busz formájában. Aztán Berekfürdőn voltunk hittantáborban, és ezt ott vettem. Ezeket a kiskutyákat a szüleimtől kaptam, ezt a dobozt pedig egy emlékköt hozzá. Vanda barátnőmmel voltunk Kölnben, hát csak simán parkozni, de annyira jó volt az egész nap, és végül ez a doboz emlékeztet rá azóta is. Aztán nézzük az itt lévő könyveket. Itt van Edgar Allan Poe összes elbeszélésének az első része. Ez nem az én könyvem, hanem a barátaimtól kértem kölcsön. Én nagyon szeretem Poe-t, úgyhogy amikor van időm is kedvem hozzá, akkor olvasgatom. Aztán, ahogy látjátok, van itt George R. R. Martin a Tűz és jégdala első rész. Ez németül van, úgyhogy még nem kezdtem bele. Aztán itt van magyarul az első és második rész. Itt van a Gyűrűk ura trilógia, illetve van itt még egy német nyelvű könyv, Manfred Teisentől az Ontika, amit mikor megláttam a könyvesboltban, akkor elolvastam a tartalmát, és nagyon szimpatikus volt, hogy itt Kölnben játszódik, vagy hát igen, itt a kölni dóm alatt van egy sárkánynak a szállása, vagy valami ilyesmit, de még ezt a könyvet sem olvastam, még nem olvastam németül semmit. Aztán a következő polcon, ahogy látjátok, fényképtartó, benne egy nagyon-nagyon találó képpel. Aztán van itt egy másik, az öcsémmel vagyok lefényképezve, amikor meglátogatott Kölnben voltunk az állatkertben. Aztán van itt egy kis növényke, egy mécses tartó, és ott a háttérben ezek mindenféle kis gyerekkori kinder tojás ajándékok és egyéb dolgok egy befűtés üvegbe bezárva. Ezt pedig, ez egy síp lenne, amit az öcsém még kiskorában faragott nekem. Úgyhogy ez azóta is egy nagyon-nagyon kellemes emlék számomra. Nézzük a könyveket. Erre a részlegre többnyire úgy szoktam tekinteni, mint a meleg irodalmi részlegre, hogyha van egyáltalán ilyen, mert itt többnyire ilyen meleg témájú könyvek vannak. Például itt van a Férfi bőrben, Chris Bojalientől, erről írtam már annó bejegyzést a blogon, és egy férfinak született nő átoperálását meséli el. Aztán Erika Fischer, Aimee és Jaguar című könyve is itt van, ezt még nem olvastam el. Itt van Ellen Roger travestije, Helen Cross szerelmem nyara, ennek van filmváltozata is, és szerintem a sokkal-sokkal jobb. Nekem a könyv nem tetszett, szerintem túlságosan morbid volt, de ez csak az én véleményem. Aztán itt van a Gyöngyökével, ezt sem olvastam még, és így ennyi a meleg irodalom, ami van. És itt vannak még az ilyen pszichológiai tartalmú könyvek. Ez a hétköznapi pszichológia sorozat három darabja, méghozzá itt van először a Szexbeszéd, a Testbeszéd, és az Így szeress, hogy szeressenek. Nem tudom, hogy mennyire fog így a kamera ráközelíteni, hogy látjátok-e a címeket, ezért mondom el inkább nektek. Aztán visszatettük a képet, most a virágot vesszük le, hogy lássunk. Itt van Lakatos Mennyhértől az, akik élni akartak. Erről is írtam már bejegyzést a blogon, az infoboxban megtaláljátok, ha esetleg érdekel titeket, szerintem egy fantasztikus író, fantasztikus könyvéről van szó. Aztán George Orwelltől van itt kettő darab könyv, az 1984, amit még nem tudtam végigolvasni.
egyszerűen tudom, hogy nagyon-nagyon jó könyv, és én is érzem, hogy jó, vagy hát igen, tisztában vagyok vele, hogy jó, viszont mégis annyira kiábrándító, hogy így nagyon-nagyon nehezen haladok vele, így nem is tudom, hónapok óta félretettem. Aztán itt van az Állatfarm, nekem ez az egyik kedvenc könyvem, nagyon-nagyon szeretem. Itt van Kerry Ryan-től a Kezek és fogak erdeje. Ez, ha jól tudom, egy trilógiának az első része. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy megjelentek-e már magyarul a második, illetve a harmadik részek, mert mindenképpen szeretném folytatni. Ez egy ilyen zombis trilógia, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Aztán John S. Johnson-tól van itt kettő darab könyv, az Analfabéta, aki tudott számolni, illetve a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt. Erről a videóban mondtam már el a véleményemet, úgyhogy ezt is belinkelem nektek az infoboxba. Aztán Kárpáti Andortól a Kurva jó, ez ugye, hát szerintem ilyen ifjúsági irodalomként olyasmi, mint az Abhegyező, csak magyar verzió, vagy hát nem olyasmi, de mégis olyan kört szólít meg. Aztán itt van a Citromtorta különös szomorúsága, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, bár a végével nem voltam kibékülve. Szilágyi Csé Tibortól a Harakiri, illetve Gerlóci Mártontól az Igazolt hiányzás is helyet kapott a könyvespolcomon, viszont egyik könyvet sem szeretem, mind a kettőt elkezdtem, de egyszerűen nem fejeztem, mert annyira nem tetszett. Aztán Hakan Gündáj, nem tudom, hogy így kell-e kiejteni, Kevés című könyve is itt van, amit még nem olvastam el. Itt van Sylvia Plath-tól, vagy Plath-tól, nem tudom, hogy kell kiejteni, az Üvegbúra, amit elolvastam. És erről szerettem is volna nektek elmondani a véleményemet, viszont még mindig nem tudom, hogy mit is gondoljak így róla tulajdonképpen, mert egyszerre tetszett, és egyszerre nem. Szóval majd, hogyha így saját magammal ennek a végére járok, akkor majd elmondom nektek is, hogy mire jutottam. Szerintem van Radics Virágtól a Bipoláris című könyv. Erről is beszéltem már videóban, a linket megtaláljátok az infoboxban. Aztán Taharben Jelloun, nem tudom, biztos, hogy nem jól ejtem, Anyámról című könyve is helyet kapott. Ez egy Franciaországban élő marokkói származású író könyve, és hát így a marokkói kultúrára kap betekintést az ember, hogy mennyire anyaközpontú társadalomról van szó. Nagyon-nagyon érdekes könyv volt, főleg, hogy volt barátom marokkói, és pont amikor összejöttünk, akkor kezdtem el olvasni ezt a könyvet, úgyhogy nagyon-nagyon aktuális volt akkor. Aztán itt van Massimo Gramellini, igen, Gramellinitől az Álmodj szépeket. Ez egy fantasztikus könyv, egyszerűen magával sodort, és azt hiszem, hogy egy nap alatt el is olvastam. Lehet, hogy lesz majd róla a későbbiekben bejegyzés. Aztán itt van az Állatok a tányéromon című könyv. Ennek még nem kezdtem neki, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz majd rám. És van itt egy digitális fotózás kezdőknek 2014-es kiadása. Szerintem nem látok belőle sajnos semmit, mert kicsit sötét van. Mindegy, én megteszem a tőlem telhetőt. Aztán menjünk egy kicsit lejjebb a következő poltra. Hoppá. Itt van először is egy Macskák titkos élete könyv. Ezt azért tettem ki így ide, mert szerintem nagyon-nagyon aranyos a cica az elején. Van itt egy kő, én ugye gyűjtem a köveket, egy mécses tartó, illetve egy fényképtartó egy nagyon-nagyon elcsépelt mondással, viszont szerintem ez a mondás abszolút igaz, úgyhogy ezért kapott itt helyet. Akkor a könyvek, itt van Bulgakovtól a Mester és Margarita, én nagyon-nagyon szeretem, szerintem már vagy háromszor vagy négyszer is újraolvastam. Ugye ez egy erősen politikával foglalkozó könyv, viszont én nem amiatt szeretem. Politikához nem sok közöm van, én nem igazán értek belőle semmit. Én egyszerűen ezt a Mester és Margaritának a bár részét, nekem az a kedvenc jelenetem. Aztán itt van a Farkas az asztalnál, erről írtam annó a blogon, ezt megtaláljátok majd az infoboxban. Indra Sinjától a Valamikor ember voltam. Érdekes, hogy ezt is elkezdtem olvasni, viszont annyira szíven ütött, hogy így félretettem, és azóta sem vettem elő. Aztán itt van a Harcosok klubja, ezt ugye gondolom nem kell mondanom senkinek, biztos, hogy láttátok a filmet, hiszen egy kultfilmről van szó. Aztán itt van Hagenbecktől a Frida füves könyve, pont a legutóbbi könyves videómban beszéltem erről nektek, úgyhogy ezt is megtaláljátok. Aztán itt van Takami Kósontól a Battle Royale, ez is egy kultkönyv,
Én olvastam a Truancy-t is, azt szokták a Battle Royale-hoz hasonlítani. Szerintem a Battle Royale sokkal-sokkal eredetibb, a Truancy nekem annyira nem tetszett. Aztán James Joyce Ulysses című könyve is arra vár, hogy valamikor elolvassam. És itt egy kicsit megbontottam a könyvespolcnak a rendjét, mert bocsánat, vízszintesen helyeztem el könyveket. Itt van Verlaine verses kötete, aztán ez József Attila verseinek a gyűjteménye. Itt van egy irodalmi szalon gyűjtemény, ami kísértett históriákat tartalmaz, én nagyon-nagyon szeretem az ilyen történeteket. Bár nincsen kutyám, de nagyon-nagyon szeretnék majd egyszer, és ezért itt van egy ilyen kutyatulajdonosok kézikönyve, a kutya egészségkönyve. Ezt a Karnevalfür Imis, ez a kölni karnevál történet itt írja le. Ezt a könyvet ajándékba kaptam. Aztán itt van Csehovtól a három nővér. Galaxis úti kalauz stopposoknak. Ez nagyon-nagyon elhasználódott példány, úgyhogy semmi nem látszik belőle, de ez tényleg a Galaxis úti kalauz stopposoknak. Aztán Viktor Pelevintől az Empire V. Ez elvileg egy ilyen vámpíros könyv. Nem olvastam még el, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és biztos, hogy elfogom valamikor. Aztán Cyrilia Collard Vadészakák című könyve is elolvasásra vár, valamint Friedrich Dürrenmatt az Ígéret című könyve is. Móricz Zsigmond Árvácska című könyve. A gyerekkorom egyik legmeghatározóbb olvasási élménye volt, és a mai napig többször előveszem és elolvasom. Szent Mihály Szabó Péter Apát keresek című könyve még nem volt a kezemben, úgyhogy nem tudok róla mit mondani. Van itt egy Morrison verses kötet, a Csörgőkígyó blues, aztán Robert Bloch-tól a Pszichó című könyv, és a Tamás bátya kunyhója, ami szintén gyerekkorom egyik nagy könyvélménye. Aztán itt van egy 2013-as német slang szótár, Astrid Lindgren-től a Rablólánya, ami szerintem egy varázslatos történet. Én nagyon-nagyon szeretnék egy ilyen világban élni, ahol ronja. Aztán Stanislav Rudolftól a Dagi, ez is gyerekkorom meghatározó könyvélménye, ahogy Anna Frank naplója is, illetve Kántor Zsuzsa Zenél a Zakariás című könyvét is imádtam. Ezért kapott itt helyet. Aztán itt van a Mici Mackó, nagyon passzol mellette Freudtól az Álomfejtés. Van itt egy Klaus Kordon karácsonyi történet könyv is, amit szerintem 10 éves lehettem, amikor kaptam, és egy elég szép karácsonyi történet, úgyhogy ezt megtartottam, ha valamikor lesznek gyerekeim, akkor majd szeretném nekik is elolvasni. Illetve van itt egy könyv a Bújaság története, és itt a legutolsó, az pedig a klasszikusok képregényben, Elis Csodaországban, ami nagyon-nagyon szép. A következő polc, már csak kettő, vagy hát ezen kívül egy van. Nézzük először a Csecsebecséget, itt is van egy mécses tartó, ezt a kis pingvint az öcsémtől kaptam, ezt a katicát saját magamnak vettem, itt van egy ilyen kis csiga kövekkel, ahogy már mondtam, én tényleg szeretem az ilyen kiegészítőket, aztán ez egy ilyen kúp füstölő tartó lenne ez a paci, és azért nagy szemmelt, hogy az orrán jön ki a füst, és hogy tök jól néz ki. Na, nézzük a könyveket. Itt van Margaret Mitchell-től az Elfújta a szél. Amit még nem olvastam, a filmet azt nagyon-nagyon szeretem, és többször is láttam el, és a könyvet is el fogom olvasni valamikor. Aztán Elizabeth Gilbert-től az Ízeki mák szerelmek, és a második rész a Hűség is itt van. Az az igazság, hogy az Ízeki mák szerelmeket elkezdtem olvasni, viszont a közepénél feladtam, mert annyira unalmas volt számomra, de nem passzoltam tovább rukkolán, mert valamikor szerintem még el fogom olvasni. Jane Austen az egyik kedvenc írónőm, és a kedvenc könyvem tőle a Büszkeség is balit illet, úgyhogy természetesen helyet kapott az is, illetve az Értelem és érzelem a másik kedvencem, az is itt van. Aztán itt van a Mansfieldi kastély is, a Klastrom titka, aztán van itt Emily Brontétől az Üvöltőszelek, és Charlotte Brontétől a Jane Eyre. A Jane Eyre is az egyik kedvenc könyvem,
illetve itt van Eve Anslertől a Vagina monológok, Robert Merlétől a Védett férfiak, ami szerintem egy nagyon jó könyv, Szendi Gábortól a Nő felemelkedése és tündöklése, amit még nem olvastam el. Aztán itt van felül egy szintén német nyelvű könyv, Nicholas Sparkstól a Wein Einzigertag. Nem fog eszembe jutni magyarul a neve. Mindegy, majd beírom ide valahova a videóhoz. És akkor nézzük, mi van itt. Itt van Ráncz Zsuzsától a Neszeneket, Teréz anyu, és az Állítsátok meg Teréz anyút. Az Állítsátok meg Teréz anyút csak filmen láttam, a könyvet nem olvastam, viszont a Neszeneket, Teréz anyút azt szeretem, úgyhogy valamikor az Állítsátok meg Teréz anyura is ráveszem magam. Itt van William Goldmantől a Hercegmenyasszonya. Ez tulajdonképpen egy mese. Ezt még gimiben kaptam az egyik szobatársamtól ajándékba, és többször elővettem, mert nagyon-nagyon magával ragadott a történet. Itt van Dr. Csernus Imrétől a Nő, aztán Anna-Marie Selinkótól a Desiré. Desiré, nem tudom, hogy kell kiejteni, ő ugye elvileg Napóleon szeretője volt, és én nagyon szeretem, nem is tudom, hogy mondjam, nagyon szeretem Napóleont, ez így olyan hülye hangzik, de engem nagyon érdekel az ő története. Aztán ezt biztos, hogy nem fogom tudni kiejteni, a Tövis madarak, ebből volt egy sorozat is. A következő is egy német nyelvű könyv, még nem olvastam. Aztán igen, Hőhullám Berlinben, és a Fekete villám, ez két regény egy könyvben. Itt van Rebecca Wells-től a Vagány nők klubja. Nekem a film nagyon nagy kedvencem, viszont a könyvet annyira nem szeretem, mert túlságosan sok olyan szöveg van benne, amit nem tudok megérteni, mert nem abban a közegben nőttem fel. Valamint ez Németh Lászlótól az Égető Eszter. Nekem Németh Lászlótól nagy kedvencem az Iszony. Az Égető Eszterrel még nem végeztem. Hú, és akkor az utolsó polc. Itt annyira sok minden nincs. Itt van egy ilyen Eszentrinken magazin. Ez ilyen fűzős újság. Aztán itt van egy pár könyv, amit majd rukkolán tovább szeretnék passzolni. Béres Alexandrától a Súlykontroll program. Brian James-től a Holnap talán. Szilvától az Agykontroll módszer. És Julian Vártól a Tavenerejti. Van itt pár DVD. A Szerelmem nyara, ezt ugye említettem már nektek, hogy a könyv annyira nem tetszett. Igen, videózik a mami. Viszont a film szerintem egész jó. Szerint van az Elefánt című könyv, ami egy iskolai mészárlást mutat be, és szerintem brutálisan jó. Az Este, a Sült zöld paradicsom, ami szerintem egy nagyon-nagyon kedves és szép történet. Miranda, a Volver, a kutyákat lelövik, ugye? A Marvin szobája és a Jane Eyre. A Jane Eyre-nek van újabb filmkiadása, amiben Mia Wasikowska játszik. Azt a verziót sokkal-sokkal jobban szeretem, de ezt is meg szoktam nézni természetesen. Illetve itt vannak a Harry Potter könyvek. Nekem eddig 5 rész van meg. Illetve megvan a legendás Állatok és megfigyelésük címük is. Külön kiadvány, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt. Igen. Ez az én könyvespolcomnak a tartalma. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. És írjátok meg nyugodtan kommentben, hogyha van esetleg olyan könyv, amit tudtok nekem ajánlani, amit szerintetek mindenképpen el kéne olvasnom. Illetve azt is megírhatjátok, hogy melyik könyvről szeretnétek, hogyha elolvasnám és csinálnék róla egy ilyen könyvajánlós videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!